Számomra nem létezik olyan perc, vagy legalábbis azok a percek, amelyek zene nélkül telnek el, azok ilyen, hogy mondjam, ilyen hiányos percek. Ha a nagy részt itthon töltöm az időmet, akkor ennek a 24 órából biztos, hogy 18-20 órán keresztül szól zene ezen a helyen. És ezáltal, hogyha körbevesz engem a zene, ezt lehet nyugodtan női környezetnek nevezni. Egy hozzám hasonló szakmabélynek egészen mást jelent egy zene, egészen más, hogyha ha bizonyos típusú zenéket hallgat, az egészen mást jelent, mint hogyha egy teljesen csak egy zenei élvezőről van szó. Sokszor egy szakmabeli azért hallgat egy bizonyos muzsikát, hogy elmélyedjen benne, hogy ebből megtanuljon bizonyos fogásokat, hogy ebből átérezze azokat a dolgokat, amiből kialakulhat ez a dolog. Esetleg pontosan azért, hogy két különböző műfajból tudjon egy újat alkotni, és ehhez az kell, hogy mind a két műfajnak a megismerését magának tudja. A legkevésbé egyértelmű, ha valaki a zenével beszél, a zenével próbál valamit elmagyarázni. Pontosan azért, mert az egyik legfontosabb érzékszervünk, a szemünk, ebből kimarad. És abban a pillanatban, amikor bármiféle olyan vizualitást hozzá teszünk, ami segíti a megértést, azzal már esetleg egy kicsit más irányba tereljük az illető gondolat, a befogadónak a gondolatát. A földön fellelhető hangokból mindből lehet zenét csinálni, ugyanis hogyha egy hang magában aperiodikus is, attól függetlenül abból lehet csinálni periodikus dolgot, ha mi ismételgetjük. Hát gyakorlatilag nem beszélünk másról, például egy ritmus hangszer esetében, ahol csupa dümmögés, zúmogásból készítünk valami, és istergésből készítünk valami új dolgot, amit már megmozdul a lábunk, megmozdul a testünk, és úgy érezzük, hogy valami ritmus átjár minket. Tehát az örej az egyik legfontosabb zenei eszköz, az szerintem a legérdekesebb, újító dolog. Amikor csak a kezemben csak a csont volt, meg a kő volt, meg a fa volt, akkor azokkal próbáltam. De ha egy más hangú fát találta annak idején az illető, akkor azzal a más hangú fával a szívesen bevonta az ő kis hangszerelésébe, és akkor már több dolgot tudott, sokkal színesebben tudta kifejezni magát. Azt hiszem, hogy az, hogy manapság ismét az akusztikus hangszerek vannak előtérben, ez elsősorban divat kérdés, és azt hiszem, ezzel kicsit ünnepfontó is vagyok. És az előadó, illetve a szerzőnek pedig a saját joga, hogy eldöntse, hogy milyen eszközhöz nyúl ahhoz, hogy kifejezzen magát, vagy pénzt keressen. Ha valaki elektronikus hangszerekkel alkot, akkor máshogy gondolkodik, más dolgok jutnak eszébe, és ugyanúgy benne van az ő szíve, lelke és tehetsége, mint ahogy egy akusztikus zenénél. Hát ezért is lehet elmondani például azt, hogy vannak tehetségtelen és tehetséges technomuzsikusok. Igaz, látszólag egyszerűbb egy ilyen zenét megszólaltatni, de hát üzenem minden egyes akusztikus zenésznek, hogy tessék próbálni. Ha valaki felbújt a zenéjén keresztül, akkor az nagyon jól tudja, hogy felbújt, hiszen tudnia kell, mert amikor ezeket leírja, amikor ezeket lejátsza, akkor valahol neki valami hasonlónak kell átfutni az agyán közben is, de főleg az alkotási folyamatnál. Ránézek egy palira, egy rockzenészre, és hogyha abból sugárzik az attitűd, amit egyébként ő a szövegeiben is elmond, akkor elhiszem neki. Akkor még hogyha tőlem távol is áll az a hangulat, képes vagyok átvenni, mert ügyes, azáltal ügyes, hogy kibírta magából hozni ugyanazokat a gondolatokat. Tehát fontos az összes mozdulat, fontos a ruházat, fontos a környezet, ahogy a színpad díszleteit megoldja, a zenésztársakat megválogatja. Én egy szövegcentrikus előadó vagyok, hogyha a saját szerzeményről gondolok, és ezt mással nem is tudom bizonyítani, mint hogy én mindig előbb írom a szöveget, mint a zenét. A műfajok azok segíthetik az előadót. Egyébként pedig megkötik a kezét. Tehát én azt az előadót tartom igazán értékesnek, aki eredeti tud lenni. De nem minden áron. Nem tudom igazán, hogy honnan jött és hova tart a zene. Most éppen azt a korszakot éljük, amikor egyrészt már megtehetik, másrészt pedig ezzel kifejezetten vérfrissítést hajtanak létre a muzsikán. Nem zenészek kezdenek el beletúrni a hangszerekbe. A zene rendesen a manipuláció eszköze. Zenével nagyon sok pénzt lehet keresni, meg lehet buktatni, és a hegekbe lehet emelni embereket.
nem lenne fülünk, akkor én nagyon gyorsan nekiszadnék a Dunának.